Több tízezer informatikust tudnának alkalmazni a versenyszférában, hangzott el a napokban egy foglalkoztatási szakképzési rendezvényen Nyíregyházán. Jelenleg 45-50 ezer ember hiányzik a munkaerőpiacról itthon, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is egyre több a betöltetlen álláshely, már több mint 6 ezer ember hiányzik a munkahelyekről. A megyében jelenleg 56,4%-os a foglalkoztatási ráta, az uniós támogatású foglalkoztatási paktum tovább csökkentheti a munkanélküliséget. A foglalkoztatási paktum elsődleges célja, hogy tovább növelje a foglalkoztatottak arányát a megyében, valamint megállítsa a munkaerő elvándorlást ebből a régióból. Jelen pillanatban 27 ezeren keresnek állást egyébként a megyénkben, illetve 30 fő közfoglalkoztatotti létszámról kell számot adni, 30 ezer főről. Én úgy gondolom egyébként, hogy ez a szám ez folyamatosan csökkenni fog mind a kettő tekintetben. Álláskereső között egyébként most már szinte a fiatalok, illetve az idősebb korúak szinte egy számon vannak. Ez azt jelenti egyébként, hogy most már minden korosztályban nagy az elhelyezkedési lehetőség. Közfoglalkoztatotti számok pedig folyamatosan csökkennek, hiszen ez a szám ugye volt bőven 43 ezer fő felett is. Ez is azt mutatja, hogy a közfoglalkoztatás valóban csak egy időleges állapot, innentől kezdve a szabad piac, illetve a munkavállalói lét az elsődleges célpont. Jelenleg 45-50 ezer ember hiányzik a munkaerőpiacról. Ez a szám azonban folyamatosan változik, hangzott el a napokban egy foglalkoztatási szakképzési rendezvényen Nyíregyházán. Oda jutott a magyar gazdaság, hogy a magyar gazdaság szereplőinek, fejlődésének egyik, nem az egyetlen, de egyik legnagyobb gátja éppen az, hogy a vállalkozások nem találnak maguknak megfelelő szakképzett munkaerőt. A kétkezi munkások hiánya az is nagy mértékben érzékelhető, de mi, amikor szakmunkás vagy szakképzett munkaerőről beszélünk, inkább a szakképzett munkaerőt használnám, akkor nem a képzés szintjét, pláne nem a minőségét szeretnénk ezzel érzékeltetni. Azt kell mondani, hogy valamennyi szakmában, valamennyi szakterületen és valamilyen szintű, bármilyen szintű képzettséget nyújtó szakmával rendelkező munkaerő hiányáról beszélünk. Tehát itt éppen úgy a kétkezi szakmák hiányáról, ugyanúgy, mint mondjuk az egyetemi végzettségű, tehát pedagógusok, orvosok és egyéb mérnökök, egyéb informatikusokból több tízezer informatikus tudna a piac most alkalmazni. És mi a megoldásának, hogy látják a jövő képet, mi lehet a kiút ebből? Ez egy nagyon összetett probléma, és ezért összetett kezelési módot igényel. Nem tudunk kiemelni egyetlen egy olyan megoldási javaslatot sem, ami rögtön és azonnal és egészen biztonsággal. Mi a szakképzést azért emeltük ki ebből a csomagból, mert úgy gondoljuk, hogy ez az egyik olyan, ami döntően meghatározhatja a közeli-távoli jövőnek a munkaerőpiaci helyzetét. A munkaerőhiány kérdése összetett. Egyik oka lehet az európai bérektől való leszakadás is. Azt gondoljuk, hogy a bérek és a járulékok és az adók nem egymás mellett, hanem összefüggésben kezelendők. Tehát azt mondom, hogy a bérek növekedésének egyik akadálya az, hogy a magyarországi munkáltatóknak, magyarországi vállalkozásoknak a bérekre az arányosnál és az európai átlagnál magasabb terhek rakódnak. Tehát, hogyha egy magyarországi vállalkozás bért akar emelni, akkor azzal kell számolni, hogy annak több 10%-os járulékos költség növekedése van, a emellé ezután fizetendő adók és járulékok formájába. Tehát mi javasoljuk a kormánynak, nagyon hosszú ideje, ebbe történtek is egyébként lépések és mérsékeltek különböző járulékokat, éppen az idei év januárjától kezdődően, de azt gondoljuk, hogy ez még nem elegendő. Kedden a parlament újabb, a munkaadókat érintő adócsökkentést fogadott el. A foglalkoztatottsági adatok között a fiatalok munkanélkülisége itthon 12,9%-on áll. Probléma, hogy az aktív korúak között sok a szakképzetlen. Az elmúlt 6 évben 40%-kal esett vissza a szakközépiskolai tanulók száma. 6 éve még közel 10 000-en tanultak középiskolákban szakmát.